Papagyi Máriának hívnak, zongoraművész tanár vagyok. Nagyon szeretek a hangszeren játszani, de tulajdonképpen a tanárságot tartom fontosabbnak az életemben, az embertől emberig tartó kapcsolat kialakítását és a léleképítést. 1941-ben születtem Kassán, Kassa akkor magyar volt. A szüleim a kassai domban, a Szentpéter Székes Egyházban kereszteltek. Hát itt a magyar múlt jelen van, mert tudjuk, hogy Európában az egyik legjellegzetesebb épületben II. Rákóczi Ferenc sírja és társainak a sírja található. Ez azért úgy eléggé elindította az életutamon, amire csak tulajdonképpen felnőtt fejjel döbbentem rá, akkor nyilván még ezt nem tudtam. 1947-ben kerültünk át szüleimmel Magyarországra. A szüleimtől rengeteg mindent tanultam az egész pályámon, segítettek mindenben. Apám műszaki mérnök volt, és sok nyelven beszélt. Azt hiszem, a nyelvtudást tőle örököltem. Anyám zongoratanár volt, tőle pedig a zenei érzékemet, ami nagyon meghatározó volt. A kaposvári évek alatt végeztem el az általános iskolát és a középiskolát. Érettségiig ott éltem. Ez alatt folyamatosan jártam a zeneiskolába, különféle zenei tárgyakra, és a Szent Margit templomban a miséken orgonáltam édesanyám segítségével. Ez elég komoly gondot jelentett abban az időben, mert nem javasolták tovább tanulásomat, és érdekes módon 1960-ban Pécset Antal György igazgató pontosan ezért vett föl a tudásomért is természetesen, de ez nagyon befolyásolta a zenet, a Budapesti Liszt Ferenc Zenei Akadémia pécsi zenetanárképző tagozatára, zongora szólfész szakra, ahol 1964-ben diplomáztam, és nagyon érdekelt, mindig sok minden érdekelt. Nem szerettem az egyoldalú dolgokat, hanem mindig a kapcsolatokat kerestem már gyerekkoromban is, és a hangszerek érdekeltek, úgyhogy így az oboa szakot is elvégeztem. Oboából 1969-ben diplomáztam, de közben már tanítottam 20 évig a Komlói Erkel Ferenc Zeneiskolában, zenetanárként működtem. Majd 1968-ban megismertem a későbbi férjemet, dr. Lantos Ferencet, aki olyan kérdéseket tett föl nekem a tanítással kapcsolatban és az élettudtal kapcsolatban, ami messze menően megváltoztatta a gondolkodásomat, és mindazt, amit eddig tanultam nagyon jó tanáraimtól, mindazt tulajdonképpen kiszélesítette és gazdagította. A Pécsi Apáczai Központ keretein belül működő Martin Ferenc Művészeti Szabadiskolát létrehoztuk 1985-ben a férjemmel, és tulajdonképpen azóta én a zenei tagozat vezetőjeként ezt a fajta szakmai programot tanítom, de most már a teljes iskola egységesen erre az alapállásra állt át. Vörös Sándornak van egy négysoros kis verse: a tága világ, mint az álom, mégis elfér egy virágon. Tulajdonképpen e köré, a vers köré szeretném csoportosítani mindazokat a gondolatokat, amelyek meghatározták az egész pályafutásomat. Egyrészt az egyik rész ugye, hogy a kapcsolatokra épül minden. A világban meglévő összefüggések, mert a világban nagyon komoly összefüggések vannak minden terület között, művészet, tudomány, természet, művészet között, és összefüggések vannak, és azt mondja, hogy ezt egy sűrítve egy virágban is megláthatjuk, például egy szimmetria elvet. Na most, ha egy szimmetria elvet megnézzünk matematikában, zenében, természetben, különféle tudományákban, képzőművészetben, építészetben, akkor már azonnal azt mondhatjuk, hogy értjük a dolgok lényegét, értjük a szerkezetét. Ahogy a Stravinsky mondja, hogy ez a szerkezet, ez a megvalósult rend teremt bennünk valami egészen különös élményt. Tehát tulajdonképpen egyik legfontosabb dolognak ezt tartom, hogy ezeket a kapcsolatokat keressük meg,
Ez onnan indult, hogy amikor a férjemet megismertem 1968-ban, és beszélgettünk vele arról, és több zenész társam is jelen volt, hogy milyen módon lehetne a gyerekeket érdekelté tenni a zenetanításban, hogy szeressék azt, amit csinálnak, és a gyakorlás ne legyen nyug számukra, akkor azt javasolta, hogy próbáljuk meg rajzoltatni a gyerekeket. Vagyis egy másik művészeti ágat próbált kapcsolni a zeneihez, és próbáljuk meg kikísérletezni, hogy vajon mi lehet ennek az eredménye. Hát a dolog nagyon jól bevált, anélkül, hogy azt mondanám, hogy szüksége van a zenetanításnak a rajzra, vagy a rajz a zenére, mindegyik önmagában a saját maga lábán megáll, viszont nagyon, ezek az analógiák nagyon jól besegítettek a gyerekek fantáziájának kinyitásában, és a kreatív gondolkozásukban. A másik, ez a kreatív szó, ez egy lényeges szó, hogy a művészetet, a zenei is, vizuális és mozgás is, stb. Nyelvnek tekintjük, és a nyelvnek a lényege a kreativitás. Tehát akkor, amikor most például beszélgetünk, akkor nem megtanult, előre betanult szavakat közlünk egymásnak, nem Arany János verseket közlünk, hanem a saját gondolatainkat egy meghatározott nyelvismeret keretében fogalmazzuk meg. Vagyis itt vagyunk az improvizáció kérdésénél a zenében. Tehát ezt az utóbbi században nem tanították, hogy improvizációt tanuljanak a zenész növendékek. Zeneműveket tanultak magas szinten, és ha utána nézünk, hogy réges-régen mi volt, az első volt az, hogy mindenki, aki hangszeren játszott vagy énekelt, képes volt a nyelvnek ezt a beszélt változatát is használni, vagyis az improvizációt. Ezt is tulajdonképpen a későbbi férjemnek köszönhetem, mert azt mondta, hogy kérdezz meg a gyerekektől órán, hogy mit tudsz kezdeni egy hanggal. Két hanggal. Próbáljatok játszani a hangokkal. Nem mindig csak Bachot, Bartókot tanuljatok, hanem a saját gondolataitokat is próbáljátok megfogalmazni. És hát én rögtön másnap elkezdtem, és a gyerekek teljesen természetesnek vették az én felvetéseimet, és rájöttem, hogy velük együtt én is megtanulok improvizálni, úgyhogy kialakítottunk egy rendszert, felépítettünk egy tanítási rendszert is, aminek az eredménye az lett, hogy 1998-ban a minisztérium felkért az improvizáció tantervének a kidolgozására, ami azóta a tantervként tanterveként működik az országban, és szerintem hallatlanul fontos, de én akkor sem értettem ezzel igazán egyet, mert arra gondoltam, hogy a nem külön tantárgy keretében kellene ezt alkalmazni, hanem minden hangszeres oktatásban, a hangszeres óra keretén belül. Amikor mi nyelvet tanulunk, akkor nem úgy tanuljuk a nyelvet, hogy először csak beszélünk, és akkor külön évekig, érettségig teszem azt, csak beszélünk, hanem a nyelv írott változatát, a kompozíciók megfogalmazását, csiszolását, ugye ezt az oldalt is, és a műveknek a megtanulását is. Ezek szerves kapcsolatban állnak egymással, összefüggnek egymással, és ha valaki ezt már gyerekkorában felfedezi, sokkal könnyebben tanul, sokkal inkább érdekelt a munkában. Ezt hosszú éves tanításon alapján tapasztaltam is, és így a gyerekeknek valóban megkönnyíti azt az időt, a gyakorlási időt, ami tényleg sok esetben dresszúrának vagy idomított munkának tűnik, és a gyerekek kimondottan nem szeretik. A Vörös Sándor versben még egy gondolat felfedezhető. Ugye arról van szó, hogy egy virágban minden megtalálható. Hát itt a természetről van szó. Ha megfigyeljük a természetet, a természet rendje mintaként szolgálhat a művészeti munkánkban. Ez a teremtett rend, ez teljesen csodálatos. Hogyha valakinek ezt sikerül felfedezni, azzal sokkal gazdagabban, sokkal fantáziadúsabban és sokkal inkább érdekeltebben egy szakmában részt tud venni a saját életében is azon a területen, amivel éppen foglalkozik, teszem azt, ha éppen egy zenész, akkor zenész. Tehát a természetben rend van. A művészetben rend van. Erre egy csomó példát is lehet mondani, hogy csak röviden a Lutoszlavszki lengyel zeneszerző például azt mondja, hogy én rendre vágytam. Egész röviden. Már említettem a Stravinsky idézetet, ott is a rendről van szó. Tehát ha a
tanítványainknak ezt a rendet, a rend felismerést megpróbáljuk megtanítani, rendezettebbé próbáljuk tenni az életüket, ez segít a művészet oldaláról, segíti őket abban, hogy netán etikailag, erkölcsileg is tisztábban és gazdagabban tudják az életüket leélni. Tulajdonképpen egy tanárnak az a feladata, egyrészt, hogy a tanulást segítse, másrészt pedig, hogy a tanítványainak a teljes emberi életét próbálja, a teljes emberi életének a kifejlesztését próbálja segíteni. Tehát az ember művet próbálja létrehozni, ahogy ezt Lantos is mindig mondja. 1973 óta rengeteg publikáció jelent meg a munkánkkal kapcsolatban, a közös munkánkkal is, férjem a közös munkáról, tanításról, koncertekről. Úgyhogy tulajdonképpen ezekből ilyen rövid idő alatt nem is tudok semmit mondani. Inkább csak a kezdetén a legelsőt említeném, Hallama Erzsébet, aki sajnos már nincs közöttünk, zenetanítás színes ceruzával, például ilyen. Később még ugyanabban az évben Pálos Miklós írása, a mértékegysége az öröm. Kerényi Máriának az írása, ahol zenéül beszélnek, idézőjelben az, hogy zenéül. Tusa Erzsébet, improvizáció rajzban és zenében. És talán a Molnár Zsoltnak a szintén még a 70-es években, tehát a kezdetén megjelent nagyszabású, ez egy elég nagyszabású cikk volt, gazdagodó tekintettel. Ott szerepelt először ez a Vörös Sándor négysoros vers, ahol nagyon részletesen írt a munkánkról. Én ezeknek akkor nagyon örültem, ezeknek a legelső cikkeknek, mert ezek megerősítettek abban, amit csináltam, a szokatlantól eltérő munkának a megerősítése, és mindig sok erőt adtak és hitet, hogy tovább is tudjam folytatni. Az elismerések és a díjak közül az legelsőt 1976-ban a Népművelési Intézettől kaptam, ami kimondottan az interdisziplináris munkának a díjazása volt, tehát a zenei és vizuális program kialakítása. A következő díj az a kiváló pedagógus díj, ha jól emlékszem, 1981-ben, majd a 20 év után a komlói Pro Urbe Komló díjat kaptam. A nagyon-nagyon fontosnak tartom 1991-ben a rendszerváltás után a Weiner Leó díjat, ami tulajdonképpen egy olyan pedagógiai díj. Weiner Leóról tudjuk, hogy micsoda nagyszerű zenész és zongorista és tanár volt, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és szint ugye a fiataloktól kapott az Artisius díj, az meg most 2010-ben. Azt a fajta munkát, amit évtizedeken keresztül végeztem, azt próbáltam egy zongoraiskolába sűríteni, írtam egy háromkötetes zongorálom című munkát, amiben tulajdonképpen nem csak kották szerepelnek, hanem mindazok a képek, magyarázó ábrák, zenei műszavak, tudnivalók, olyan könyveknek a címei, amelyek még kibővítik ezzel kapcsolatos ismereteinket, gyerekrajzok, gyerekkompozíciók, analógiák, képzőművészeti példák, zenével összekapcsolt képzőművészeti példák, tehát tényleg mindaz, amit a szakmai munkában kidolgoztam. Ez egy háromkötetes egység, amire a japánok figyeltek fel legelőször. A tavalyi év októberében 5 helyen tartottak kimondottan csak erről a konferenciát, Hiroshima, Nara, Kyoto, Osaka és Tokió. Ugye, azt hiszem nem említettem, most pedig dr. Ábrahám Marian, ő a Zenetanárok Társaságának zongora szekció elnöke, ő Angliában tartott egy EPTA konferencián, ez az Európai Zongoratanárok gyülekezete tulajdonképpen, és éppen most érkezett meg Svédországból, és néhány nap múlva megy Chicagóba, ahol kimondottan ezt a zongoraiskolát mutatja be. Ezt kapcsolódóan most ebben az évben kiadták egy kis 40 oldalas tanulmányomat, az úgynevezett kék füzetet, ami kiegészítője ennek az értelmezési lehetőségeknek, hogy a tanárok egy kicsit jobban megértsék azt a megszokott rendtől eltérő
gondolkodást, amit mi nagyon fontosnak tartunk. Egyrészt a kapcsolatokra épülő, másrészt pedig a rendre figyelő és a rend etika erkölcs összefüggésében megjelölő gondolkodásmódot. Az életemben az egyik legszorosabb és legfontosabb társ a férjem, dr. Lantos Ferenc, aki akadémikus és Kossuth Díjas is, és vele nap mint nap megbeszélünk minden szakmai problémát, vele együtt tartjuk a kapcsolatot az általunk létrehozott iskolánkkal, a pécsi iskolánkkal, és minden programot közösen hajtunk végre. A pécsi iskolánkban tanít Lantos Éva, aki az első házasságból származott lánya férjemnek, vele is nagyon jó kapcsolatunk van, és Tamással is, aki pedig egy kis faluban polgármester, és a biogazdálkodással foglalkozik, a tiszta biogazdálkodással ezt tartja nagyon fontosnak. Ő közgazdász, és a természetet és a természeti értékek megvédését szem előtt tartja mindig. A gyerekek, az unokák, a dédunokák pedig már felcseperedőben vannak. Tamás gyerekei most tanulnak a mi iskolánkban zenét, míg én kezdtem a nagyobb lánykával orgonát tanítani és zongorát tanítani, úgyhogy nagyon jó kapcsolat velük is, tudunk állandóan szakmai berkekbe kutatni. Hát a szabadidőben, kevés szabadidőnk van, de azért fontosnak tartjuk a mozgást. Én különösen, mert a férjem fest, meg ír, meg számítógépen dolgozik, mindenképpen kell, hogy kimozduljon. Ő ugyan nem tanult meg biciklizni, de szereztem neki egy triciklit, egy ilyen háromkerekű biciklit, és minden nap rendszeresen biciklizünk, amikor csak lehet. Ezt tulajdonképpen ővele is megszerettettem. Úgyhogy ez a mozgás, ez nagyon szükséges. Ez Pécsen nem adatott, mert a hegyekben laktunk, és ott nem volt jó, és az én kis kemping biciklim az nem ilyen sebességváltós, és nem is akartam biciklit váltani. Ez az egyik, a másik pedig az úszás. Az úszás szintúgy nagyon hozzátartozik az életemhez, amikor csak lehet a Balatonban, már május elejétől októberig. Körülbelül 80 alkalom egy évben, hogy lehetséges napi rendszeres penzumot folytatni. Ezt én talán mondhatom így, hogy sportszerűen űzöm. Nem szoktam kifeküdni, meg nem szoktam így strandolni, de az úszás és a mozgás az nagyon lényeges. Ezen kívül nagyon szeretem a filmeket, a természetfilmeket és a különféle országokról szóló filmeket. Különösen akkor, ha oda már nem is fogunk tudni eljutni, hogy megtudunk egy csomó érdekes dolgot.